akkor megérkeztünk a következő metróállomásig, a határúthoz. Nézzétek itt, ami esetleg rögtön feltűnhet mindenkinek, hogy háromvágányos, nem kettő, ennek az oka, hogy itt a középső vágányról eredetileg úgy volt tervezve a hármas metró, hogy a Ferihegyig, illetve az Üllői úton kifele a mostani Kispest vasútállomásig, az akkori Vörös Csillag traktorgyárig épül ki, viszont ez nem valósult meg végül, és a végleges az lehet, hogy innen elvitték kővel Kispestre, viszont a harmadik vágány itt megmaradt, hogy bármikor tovább építhető legyen. Igazából Ferihegy fele az Üllői úton ki. Talán valamelyik az alagút is megvan, és közben jön egy metró. Látjátok a másik oldalra. És egyébként még, ahonnan ismert lehet ez a megálló, hogy a kontrollban benne volt itt. Itt kellegette aztán Bulcsú utoljára a gyalogkakukkot, az talán ez a részem volt. Meg amikor így lefölszálltak a metróról. És hát ez, és akkor adja, más, hogy elmegyünk a végéig. Igen, most egész sűrű járnak itt még a metrók ilyenkor. Úgyhogy kicsit bajos ilyenkor videózni, mert két perceként bejön egy metró, és akkor mindig tömeg van. Meg kell várni, még elmegy, még a megállót is elhagyják. Úgyhogy sok, hogy ne legyen nagy tömeg. Valószínűleg ezek a régi analóg órák is el fognak tűnni. Ezek a régi neonlámpák meg biztosan. Állomásnak a másik oldalán. Itt látjátok, a túloldal az ugyanúgy néz ki. A hármas metrónál még ezek az egyedi állomások megvannak, hogy mindegyik egy picit másképp néz ki. És remélhetőleg ez az átépítés után is így marad. Valószínűleg ez a régi CRT-zése fog megmaradni. És igen, a régi tájékoztatók. Hát nem tudja, a felújítás után ezekben mi fog megmaradni, ezért muszáj most dokumentálni, hogy nézett ki. És mindjárt érkezik onnan is a következő szerelvény. Maga a megálló. Ugye a búcsújék és itt a hármas metróba sineztek. Vagy legalábbis az első vezetési infutás az a stadionoktól indult a kettesen, és ha jól megszom, akkor a Gyöngyösi utcáig tartott. Vagy a Forgás utcáig, most hirtelen nem tudom, de ez a két megálló elég a sorból. És mindjárt érkezik a másik oldal, és egy panda. Érdemes még dokumentálni, mert ez is szinte biztos, hogy a felújítás után már nem kerülnek vissza a helyükre. Csak a túloldalon még az van több is, a hagyományosakból így a falra rárögzítve. Ezek a régi műanyag székek.
látok. A határútnál itt van az összekötő, itt lehet fölmenni. És egyébként ott van egy kisebb lépcső lefele, ahol lehet. Lehet még egy kisebb átjáró, ahol át lehet menni a másik padonhoz. Ez valószínűleg meg fog maradni a újítás után is. És akkor határút a másik oldalt. Ezek a tájékoztató táblák sem biztos, hogy maradnak. Nézzétek, ez hát még az a nagyon régi. Bár még az új M3-os logó már rajta van. Nézzük egy. A hálózati térkép. De nem valószínű, hogy ezek megmaradnak. Úgyhogy lehet, hogy most is utoljára fogok leülni egy ilyenre. Itt a régi pelonvész kapcsoló. És itt van a visszajelzés, a feszültség visszajelzi, hogy pelon meg az alagút. Ha valami még nem világít, akkor ki van kapcsolva az áram. És akkor az ennyi, de majd szétnézzük mindjárt a felszínen is. Mondta egyébként egy olyan három vagy négy éve ezelőtt elkezdték felújítani kompletten, hogy a határutat, meg ott volt rendezés, a csomó bódét elbontottak, meg valahogy most már kinéz a felszín is. Meg az aluljárót is valami jelenbe tették. És közben jön egy metró, úgyhogy akkor úgysem beszélek, nem halljátok. És akkor itt a kiállat. Nézzük. Egyik oldal, másik oldal bejárata. Van utas tájékoztató. Ez nem valószínű, hogy megmarad. És közben itt vagyunk a felszínen. Ezek már a metrónak a szellőzői. És metró alagút szellőző ez is. És közben itt vagyunk a határúton a felszínen. Itt valahol alattunk a metró. Itt azért volt némi területrendezés, meg részleges felújítás itt a határúton, tehát mikor onnan rengeteg bodega eltűnt, meg ilyen kis kiülős kocsmák. Egyébként az itt már a villamossín. De egyébként az összekötő vágány a Szálló utca fele, ott van a Sokmár. Sokáig az is záró volt, most megnyitott. Buszok onnan indulnak. És egyébként a metrópótlók pedig ott menne. Hát most még nem, de arrafele szoktak menni a metrópótlók, és ott tovább az üllőim. Úgyhogy mégis mindjárt megyünk. És mit látjuk, itt még egy parkoló is van, ahova éppen most be akart jönni valaki, miközben az út közepén álltam. Na se baj. Végül is befért. És régebben még régi az a 50-es, vagy 42-es villamos, az ott ment tovább az üllőim. Akkor majd mindjárt megyünk tovább a Pöttyös utca fele. Ott már kevesebb lesz a tömeg, mert az a megálló az nem nagyon van kihasználva.
vagy legalábbis az egy kisebb forgalmú. Villamos megy tovább, és eredetileg a hátbas metrót azt úgy tervezték, hogy erre fele hosszabbítják, hogy itt az Üllői út alatt ment volna a mostani Kispest vasút állomásig. De ez már valószínűleg soha nem is fog megépülni, igazából a villamossal párhuzamosan sok értelme nem is lenne, a villamos is így nyíl egyenesen megy. Egészen ott a Pestet Lőrinc béket, illetve itt van majd a villamoson. Jöttünk az ellenőröken, akkor most már filmeztetünk, talán. Ez a másik feljáró. Ezt nem mutattam a másik oldalról, és itt le lehet menni a másik peronhoz is. Hogyha valaki elvétette és mégis itt jött föl, akkor ez arra jó az a kis lejáró, hogyha valaki rossz irányba jött felfelé, és akkor itt észreveszi, akkor még itt visszamehet.